Basil Rathbone, Szervét Tibor, Nigel Bruce, Makai Sándor. Gyilkos elegancia. Magyar hangok. Szávai Viktória, Rajhona Ádám, Bács Ferenc, Verebé Iván, Volmut István, Dimulász Miklós, Koncz István. A forgatókönyvet Sir Arthur Conan Doyle műve alapján Leonard Lee írta. Fényképezte Mori Gertzman. A szinkron a Magyar Televízió részvénytársaság megbízásából a Viderend Kft.-ben készült. Rendezte Roy William Neal. Dartmoor, börtön. Gránitfal választja el a külvilágtól. Azt beszélik, ha elmondod, amit tudsz, szabadon engednek. Remélem, hogy téged nem a Scotland Yard küldött. Mert akkor neked is csak azt tudom mondani, amit nekik. 7 év, 8 hónap és 6 napom van hátra, amíg zenélő dobozokat kell gyártanom. A dobozokat árveréssel értékesítik, amiből valaki nagy hasznot húz. Szívesen árulnám őket. Mozogjatok! Most bemutatom a következő tárgyat, pontosabban tárgyakat, mivel 3 van belőlük. Hölgyeim és uraim, ezek a tárgyak külön vagy együtt is megvásárolhatók. Ezek a csodálatos zenélő dobozok ma reggel érkeztek, és még éppen sikerült helyet szorítani nekik a mai árverésen. Szükségtelen mondanom, hogy nagyon szépen szólnak. Nyissák ki a fülüket! Mit hallanak? Úgy van. Füled gyönyörködtető csilingelést. Mély kellemes dallam. Csodás ajándék. Gondos kezek munkája, maga a megtestesült szépség. Nézzék csak meg. Kikiáltás jára 5 font. 5 font igazán nem sok érte. Van jelentkező? De 3 fontot mindenképp megér. 2 fontot? 1 fontot? 10 shilling. Igen? Köszönöm, uram. Hölgyeim és uraim, 10 shilling egy zenélő dobozért, amit Londonban nem kapnának meg 5 fontnál olcsóbban. 10 shillingért szinte ingyen van. Gondolják át ajánlatukat. Legfeljebb 10-et adok érte. 10 shilling először, az úr 10 shillinget ajánl. Ki ad érte 1 fontot? Ki ad 1 fontot? Ugyan mi az az 1 font? Ez az, köszönöm, látom, annyit a többieknek is megér. Ki kínál 2 fontot? 2 font. 2 font először, 2 font másodszor, és 2 font harmadszor. El kell. 2 fontért eladtam az úrnak. Sajnálom, kedvesem. Itt az alkalom, hogy licitálhassanak a második zenélő dobozra, ami az előző pontos mása, és amelyet az úriember éppen most vett meg egy nevetséges összegét, vagyis 2 fontért. Ez pontosan ugyanolyan. Ugyanazon kezek munkája, hallgassák csak. Hallják? Nem csodás? Csingilingi, csingilingi, mint a kis harangocskák lennének. Ki kínál érte 2 fontot? 2 font igazán nem sok. A kikiáltás jár 2 font, megadja valaki a 2 fontot? Ahogy már az előbb is említettem, Londonban 5 font alatt nem kapnák meg. Kérlek, apa, vedd meg nekem. 2 fontot nem adok érte. Ne feledd, hogy skótok vagyunk. Egyébként sem tetszik nekem ez az ember. 1 font 10 shilling. 1 font. 1 font, 1 fontot már megajánlottak. Ki kínál többet? Tessék, 1 font, először, másodszor, és 1 font harmadszor. 1 fontért a hölgyének. Jól licitált, kedvesem. Köszönöm. Bemutatjuk a 3., egyben utolsó zenélő dobozt. Pontosan ugyanolyan. Csingilingi, hát nem csodás? Hölgyeim és uraim, nem szaporítom a szót, csak annyit mondok, hogy ez az előbbi 2 doboz tökéletes mása. Zárva vagyunk! Én egy igen fontos ügyben jöttem.
Parancsoljon, fáradjon be. Elnézését kérem a zavarásért. Sajnos későn érkeztem ahhoz, hogy licitálhassak egy bizonyos tárgyra, amit nagyon szeretnék megszerezni. Remélem megérti. Talán még nem adtuk el, mert néhány tárgy még nem talált gazdára. Mi lenne az a tárgy, uram? 3 egyforma zenélő doboz. Körülbelül ekkorák lehetnek. Sajnálom, de mindhármat eladtuk. Nem sokat kínáltak értük. Ritkán jön értékes tárgy ilyen olcsón. Nagyon szeretném megszerezni őket. Nem jegyezték fel véletlenül a vevők nevét és lakcímét? Ilyen jellegű információt nem adunk ki. Kár. Tudja, érzelmi okai vannak, hogy ennyire elszántan szeretném megtalálni azokat a vevőket és felvenni velük a kapcsolatot. Hajlandó vagyok fizetni mondjuk 5 fontot. Ilyen nyomadékos érzelmi okoknak igazán nem lehet ellenállni. Alfred, nézzen utána, 3 zenélő doboznak. Zenélő dobozok? Itt vannak. Az első vevő 2 fontot adott Mr. Julian Emery 52 Portland Square, jegyezze fel. Igen, uram. A másodikhoz nem írtunk nevet. Ó, milyen sajnálatos. Ha emlékezetem nem csal, a hölgy valamiféle kereskedő. Azt not húz belőle. Ha? Azt mondja, a második vevő hölgy volt. Tudna a személy leírást adni róla? Csinos fiatal hölgy volt. Viszonylag magas, elég világos bőrű, sötét hajú, és a ruhája pedig... Szürke kosztümöt visel. Hogy van? Valószínűleg ajándékboltot vezet. Kereken 1 fontot fizetett. Azt mondja, hogy a hölgy rendszeresen ide jár? Ezt nem állítanám. De gondolom, csütörtökön újra eljön majd. Árverést 7-fön és csütörtökön tartunk. Értem. És a harmadik doboz? A harmadik Mr. William Kilgore, 143B, Hampton Way. 10 shillingért. Elég kevés a 2 fonthoz képest. Mr. Kilgore vérbeli skótember. Na, köszönöm. Ezzel igazán sokat segít. Én köszönöm, uram. Ha bármikor erre jár, nézzen be hozzánk. Mindig szép tárgyakat kínálunk. A névjegykártyán. Köszönöm. Csütörtökön visszatérek. Az üzenet túl későn ért el hozzánk. A zenélő dobozok már elkeltek. Menjünk már innen. Nem tudom, meddig fogom elviselni. Szeretettel Hilda Courtney-tól. Csillagokról álmodsz, te bolond. Igen, de még egy bolond is elérheti a csillagokat, ezredes úr, ha elég magasra ér. Csak nem úgy, ahogy te teszed. A zenélő dobozokat eladták. Mi is sajnálatos, kedves ezredesem. Én tehetek róla, hogy egy órája kaptuk meg az üzenetet? Én tehetek róla, hogy elkeltek? Miss Courtney nem vonhat felelősségre. Remélem, igaza lesz. Este 3:48-kor bejelentést tett, hogy ismeretlen tettesek eltulajdonították a festményeit. Emlékszik, Holmes? A történet 2 éve íródott, érdekes eset, kifejezetten érdekes. Végül azonban ön kiderítette, hogy összejátszott a tolvajokkal, én pedig megírtam. Szövevényes eset, mint egy költemény, micsoda elme. Természetesen erre az ügyre sem derült volna fény a nagy Sherlock Holmes nélkül. Úgy hallottam, hogy a Strand magazinban megjelent egy újabb fordulatokban bővelkedő története. Úgy van. Annak mi a címe? Azt kapta, hogy botrány Csehországban. Mit szól hozzá? Ha jól emlékszem az előző történetre, remélem kevesebb melodrámát vitt bele, és inkább intellektuális oldalról közelítette meg az ügyet. Ez hogy érti? Mire gondol? Remélhetőleg nem jellemezte szívtelennek azt a hölgyet. Ugyanis nem volt az. Vagy úgy, a hölgyet. Irene Hadlerre gondol? Igen. Pontosan emlékszem rá. Igazi úrinő.
Szabad! Na itt hát, hozzá a legkedves barátom. Isten hozott, ezer éve nem láttalak. Bemutatom régi barátomat, Sherlock Holmes. Holmes az úr Stinky. Más néven Julian Emery. Örvendek, Mr. Emery. Watson gyakran emlegeti magát. Valóban, egy iskolába jártunk. Oly régen, hogy már nem is emlékszem rá. Ugye azért jöttél, hogy emlékeztess. Nem, csak éppen erre jártam, és fényt láttam. Elnézést, hogy bejelentés nélkül érkeztem. Még mindig rejtélyes történeteket írsz? Igen, most jelent meg a legújabb. Ó, majd elolvasom. Köszönöm, megtisztelsz. Mi az a csinos kis kötés a fejeden? Még mindig szereted beleütni az orrod más dolgába? Kivert meg? Halvány fogalmam sincs. A nappaliban történt az eset. Valami idióta betörő lehetett, talán hallottak is róla. Többre nem tellett tőle. Még szerencse. Na, gyere, foglalj helyet. Köszönöm. Kérsz egy csésze teját? Hogy? Ó, igen. Megyek és hozom. Jó. Miért nevezte idiótának azt a betörőt? Csupán azért, mert a nappalimban lévő 500 fontot nem vitt el, csak az elérő dobozomat. A betörő, akit én magam értem tettem, az 500 fonthoz hozzá sem nyúlt. Ha jól értem, zenélő dobozokat gyűjt. Igen, úgy van, és van néhány igazán különleges. De nem az, amelyiket ellopták. A betörő azt vihette el, ami először a keze ügyébe került. Különös, hogy nem valami értékesebb tárgyat választott. Talán valami egyedi dobozka volt? Nem. Volt valami különleges abban a dobozban? Nem, nem tudok róla. Még Dél-Franciaországból hoztam néhány évvel ezelőtt. Önnek sok értékes zenélő doboza van. Miért azt választotta a betörő, amely csupán 5 fontot ér? Számomra ez nem teljesen érthető. Csak egy hétköznapi betörő lehetett, aki nem volt tisztában a tárgyak értékével. Lehetséges magyarázat, de tapasztalataim szerint egy teljesen átlagos betörő sok esetben jobban ért a műtárgyakhoz, mint maga a gyűjtő. Bevallom, erre nem is gondoltam, de semmi más nem érdekelte. Ez benne a különös. Megengedi, hogy megtekintsem a gyűjteményét, Mr. Emery? Igen, természetesen. Amikor önnek megfelel. Egy gyűjtő számára ez mindig nagy öröm. Ne vesztegessük az időt. Jó, itt lakom a közelben, mindössze egy saroknyira. Mehetünk? Persze. Hová mennek az urak? Stinky nem itta meg a tejáját. Erről megfeledkeztem. Csak átmegyünk hozzám, és mással is szolgálhatok a teján kívül. Ez a darab az 1500-as évekből származik. Az egyik utolsó példány abból a korszakból. Feltételezem, hogy ilyet még nem láttak. Bájos, nem igaz? De igen. Nekem úgy hangzik, mintha egy csapat egércint szogna. Semmi érzéke a zenéhez, Watson. Nekem az a zene, amit egy jó banda húz, nem pedig ez a csirip, csirip, csirip. Hát ez mi? Fura ötlet, éneklő nyúl. Hogy lehet ilyen értékes dobozhoz jutni? Elárul, nem, Mr. Emery? Valóban értékes. Ma ez a műtárgy 5-6 ezer fontot ér. Mr. Jennifer műgyűjteményéből szereztem. Hogy lehet az, hogy a betörő nem az 500 fontot, vagy ezt a műtárgyat vitt el, hanem azt a teljesen értéktelen dobozt? Furcsa. Nagyon furcsa. Leírná az eltulajdonított dobozt? Egyszerű. Fadobozka volt, körülbelül ekkora. Van itt még egy hasonló, sőt, talán pontosan ugyanolyan. Tegnap vásároltam egy Knightsbridge-i aukción. Csak 2 fontot fizettem érte. Egyébként ilyet nem szoktam bevenni a gyűjteményembe, de a dallama egész különös. Még soha nem hallottam. Figyelemre méltó zenei érzékkel rendelkezik. Eléggé szokatlan dallam, nem? Foglaljon helyet. Köszönöm. Tehát azt mondja, tegnap vette egy árverésen? Igen, a Gaylord aukciós házban, Knightsbridge-ben. Uh-huh. Hogy is hívják a tulajdonost? Crumtree. Úgy van. Hány órakor követték el a bűntényt? Úgy
hajnali 3 körül. Gondolja, Mr. Emery, hogy a doboznak bármi köze lehetett a betöréshez. Elméletileg ez is lehetséges lenne. Annak ellenére, hogy látszólag nem túl értékes. De a Scotland Yard nem mutat majd túlzott érdeklődést. Gondoltam. Nem is hibáztatom őket. Különösen, hogy nem tudok személyi leírást adni a tettesről. Annyit tudok, hogy férfi volt. Csak arra emlékszik, hogy valaki fejbe vágta. Igen, a következő, amire emlékszem, hogy egy férfi ébrezgetett. Nem lenne okosabb elzárva tartani a dobozot? Az egyáltalában nem szükséges, minden biztosítva van. Nos, ha újabb betörési kísérletet észlelne, azt javaslom, értesítse rendőrséget. Nehogy komolyabb baj essen. Gondolja, hogy még visszamerészkednek? Azzal is számolnunk. Az én öreg Stinky barátom, legalábbis ahogy én ismerem, nem ijed meg egy könnyen. Nem árt az óvatosság, de lassan ideje nyugovóra térnünk. Köszönöm, hogy megmutattad. Én köszönöm a látogatást. Meglehetősen rejtélyes ügynek tűnik. Mindamellett a magyarázat bizonyára igen egyszerű. Gondolja? Nem tudom, mi állhat a háttérben. Én sem állítottam, hogy áll valami, de nem zárhatjuk ki a lehetőségét. A szálak talán külföldre vezetnek. Kell, hogy legyen valami abban az értéktelennek látszó dobozban. Egyet azonban biztosra vehet. Mégpedig, hogy eljárást ezúttal nem áll módunkban indítani. Ebben az ügyben semmit sem tehetünk. Csupán kételkedhetünk. A badarság, csak viccel velem. Ez egy egyszerű betörés. Maga meg mindjárt nemzetközi összefüggéseket keres. Nem, dehogy. Remélem, Stinky a jövőben kissé óvatosabb lesz. Gondolom, igen. Hello? Igen? Én Julian Emery. Ki? Igen, emlékszem magára Mrs. Courtney. Maga volt a legelegánsabb és legelbűvölőbb teremtés azon az árverésen. Hogy? Egyáltalán nincs késő a látogatáshoz. Hát persze, szívesen látom egy italra. Jöjjön csak fel, nem zárom kulcsra az ajtót. Hogy mikor? 15 perc múlva? Igen? Addig is számolom a perceket. Ne, tényleg nyugodtan jöhet. Akkor várom. Halálra rémisztett. Valóban. Igen. Nem ez volt a szándékom. Nem kellett volna ilyen későn felhívnom. De egy partin voltam nem messze innen. Eszembe jutott a meghívása, hogy nézzem meg a zenélő doboz gyűjteményét. A legnagyobb örömmel látom. Ön még bejelentés nélkül is, Miss Courtney. Szólítson Hildának. Jó, köszönöm. Engem pedig Stinkynek. Stinky? Különös becenév. Csodálatos zenélő doboz gyűjteménnyel büszkélkedhet. Amikor mesélt róluk, nem is gondoltam, hogy ilyen szép. Igen. Épp oly kellemesek a fülnek, amilyen ön az én szememnek. Ó, milyen egyszerű kis darab. Fogadok, hogy egy vidéki unokatestvérétől kapta. Nem, nem, vidéki unokatestvérrel nem rendelkezem. Volt még egy hasonlóan egyszerű dobozkám, szintén alkalmi vétel volt, de azt sajnos ellopták. Valóban? Nem is annyira a doboz elvesztése fáj, hanem ez a csúnya sérülés a fejemen. Ez még érdekesebbé teszi. Úgy gondolja? Igen. Tudja, Watson nem így látta. Watson? Mr. Watsonra gondoltam. Ma délután itt járt egy barátjával, Mr. Holmes-szal. Őt is érdekelt a gyűjteményem. Sherlock Holmes? Igen, ismeri? Hallottam róla. Ő úgy véli, hogy engem fenyeget valamiféle veszély. Ez a dalocska a gyermekkoromat juttatja eszembe. Valóban? Különös. Ma mindenkit ez a doboz ragad meg. Igen? Még ki? Mr. Holmes, ő is ezt nézegette. Ő bizonyára inkább a dallam érdekelte, mint sem a doboz. Úgy van, ahogy mondja. Emlékszem is, pontosan elfütyölte, bár csak egyszer hallottam. Tényleg? Figyelemre méltó ember lehet. Figyelmeztetett, hogy legyek óvatos. És ön nem vette komolyan? Dehogy nem. Csak nem ezt akarja megvenni. De igen. Komolyan mondja? Természetesen. Ezzel igen kellemetlen helyzetbe hoz. Én gyűjtő vagyok, a gyűjtők csak vesznek és nem adnak el. És
ha magas árat kínálnék érte? Az árnak ez semmi köze. Ez elvi kérdés, tudja? Itallal még nem is kínáltam. Köszönöm, de mennem kell. Biztosan? Igen, sajnálom. Igazán maradhatna egy pohárkára? A jó hírem. Stinky. Maga igazán vonzó hölgy. Köszönöm. Akkor bolond! Megmondtam, hogy kint várjon. Miért kellett megölni? Kisétáltam volna a dobozzal. Átölelte magát. Ne nyújjon hozzá. Ne nyújjon semmihez. Menjünk innen. Sajnálom. Maga sajnálja? És velem mi lesz? Ez gyilkosság. A Scotland Yardra nem gondolt? És mi lesz Sherlock Holmes-szal? Tűnjön már el! Szerezte? Jó. Adódott bármiféle gond? Csak egy újabb gyilkosság. Á, Mr. Holmes! Hopkins. Köszönöm, hogy ide fáradt. Clark felügyelő javasolta, hogy hívjam fel önt. Mr. Holmes és én ismertük Mr. Emery-t. Valóban? Nem is említette a telefonba Mr. Holmes. Nos, nem tartottam igazán fontosnak. Thompson őrmester? Ma hajnalban ölték meg, feltehetőleg 2 óra körül, Mr. Holmes. Van már valaki, aki gyanúsítható a gyilkossággal? Szegény öreg Stinky. Az egész az én hibám. Meg kellett volna akadályozni. Azt hiszem, már késő ezen bánkodni a doktor. A doboz eltűnt. A második kísérlet a zenélő doboz megszerzésére, amit Emery az aukción vett. Ezúttal sikerült? De hiszen csak 2 fontot ért. Legalábbis tudomásunk szerint. Sürgősen fel kell keresnünk a Gaylord aukciós házat, talán megtudunk valamit. Nyomozó, azt javaslom, nyomban indítson teljes körű nyomozást egy egyszerű zenélő doboz után, ami körülbelül ekkora. Köszönöm. Jöjjön, Watson! Az első doboz Julian Emery vette meg. A másodikat William Kilgore, aki a Hampton Way-en lakik. A harmadikat egy ismeretlen fiatal hölgy, aki feltehetően üzletet vezet. Úgy van, Mr. Holmes. Felettébb különös, Mr. Crumptree. Hogy a 3 egyforma doboz ugyanazt a dallamot játszotta. Honnan származnak? A Dartmoor börtönből. Dartmoorból? Igen, havonta szállítanak nekünk. Rabok gyártják őket. Különféle tárgyakat készítenek a papírkosártól kezdve a zenélő dobozokon át. Nem figyeld fel rá, hogy valaki túlzott érdeklődést mutatott volna az árverés során az iránt a 3 egyforma doboz iránt. Rajta, Mr. Crumptree. Ez szó szerint élet-halál kérdése. Volt egy úriember, Mr. Holmes. Zárás után 1 órával érkezett, meg kell mondanom, eléggé feldúlt állapotban volt. 5 fontot adott, hogy megadjam, hová kerültek a dobozok. Azt mondta, számára eszmei értékük van. Még hogy eszmei. Le tudja írni a férfi? Magas, szokatlan külsejű, fekete hajú, bajuszos, igazi úriember. Arra emlékszik, hogy reagált, amikor ön nem tudta megadni neki az üzletvezető hölgy címét? Elmondtam neki, hogy a fiatal hölgy rendszerint csütörtökön jár hozzánk. Azt ígérte, akkor ő is visszajön. Köszönjük, Mr. Crumptree. Sokat segített. Köszönjük. Jöjjön, Watson. Most hová megyünk? Haza? Meg kell találnunk a 2 dobozt, mielőtt túl késő lesz. Honnan tudja Holmes, hogy ez a 2 zenélő doboz olyan fontos volt? Nem tudom, de nem szándékozom megvárni a következő gyilkosságot, hogy kiderüljön. Nincsenek itthon. Remélhetőleg nem késtünk el. Benézek az ablakon. Úgy tűnik, nincs bent senki. Elég elhagyatottnak látszik ez a hely. Tessék. Mr. Kilgore, itthon van? Nincs. Mikorra várható? Úgy 1 óra múlva. De úgyis hiába várnak. Házaloktól nem vásárolnak. Házaloktól? De azt mondjam, ez az úr Sherlock Holmes. Igen. Sherlock Holmes, menjenek már. Megengedi, hogy odabent várjunk? Igen fontos ügyben jöttem. Nagyon sajnálom, de nekem el kell mennem vásárolni.
Nem tudom, mit fog szólni az úr, ha idegenek maradnak egyedül a házban. Nem lesz semmi gond, hölgyem. Most már intulnom kell. Várjanak a szalomban, és ne dohányozzon, ha megkérhetem. Mr. Kilgore nagyon kényes a dohányfüstre. Fura egy nevelő nő. Park Lane, mi keresti valója van ott, ha szabad kérdeznem? Magának ahhoz semmi köze. Mindössze annyi a dolga, hogy oda vigyen, ahová kérem. Gondolkoztam, Holmes. Valamit elrejthettek Stinky zenélő dobozába. Mondjuk lopott ékszert. Mi az, Holmes? Figyeljen. Ez a gőz a vezetékben. Nem, ez valami más. Watson! Hogy gyorsan hozza ki! Jöjjön, Holmes, tegye a székre. Jöjj ide szépen. Tőlünk nem kell félned, nem bántunk. Vége elmúlt. Tessék, itt a zsebkendő, most már ne sírj. Az a nő megkötözött és bezárt a szekrénybe. Igen, igen, tudom. De már nem jön vissza. Megmutattad neki a zenélő dobozodat? Igen, azt mondta, hogy szeretné meghallgatni azt a dalt. És akkor kikapta a kezemből, és eltette. Jó van, semmi baj, majd veszünk neked egy másik zenélő dobozt. A legszebbet veszük meg neked Londonban. Watson, jöjjön. Hogy micsoda egy bolond voltam én. Ezt hogy érti? A bevásárló kosarában csempészte ki a zenélő dobozt. Méghozzá az orrunk előtt. Miért vitte volna el a nevelőnő a zenélő dobozt? Az nem a nevelőnő volt, hanem egy kiváló színésznő. Ráadásul igen agyafúrt és mindenre elszánta, mint láttuk. Vigyázzon a gyerekre, amíg a szülei haza nem érnek. Mondjon el nekik mindent. Természetesen. Holmes, hová megy? Valahol, valahogyan. Meg kell találnom a nőt, aki a harmadik dobozt vette meg, de még a rendőrök előtt. Remélem, nem lesz túl késő. Látod, kedvesen mondtam neked, hogy már nem kell sírnod. Na, neves! Szeretnéd hallani, hogy hápog a kacsa? Na, ez nem vált be. Nos, hölgyeim és uraim, mennyit ajánlanak ezért a porcelán szobrokkal díszített asztalért? Franciaországból érkezett. Eredeti darab. Szépen mutatna a nappaliukban. Higgyék el, ennél szebbet álmodni sem lehet. Ki ajánl érte 10 fontot? Ki adja meg érte 10 fontot? 8 fontot? 7 fontot? Rendben, legyen 5 font. 5 font, 5 font, az úr megadja az 5-öt. 5 font 10. 5 font 15. 5 font 15. 6 fontot ajánlanak érte. 6 font, 6 font először, másodszor és 6 font harmadszor. Ez esetben 6 fontért a hölgyé lett. A következő tárgyunk egy igazi újdonság, hölgyeim és uraim. Egy finom, 19. századi baba. Ruházata pontos mása annak, amit a magyar parasztasszonyok az időtájt viseltek. Hölgyeim és uraim, a boltokban csak a ruhát 15-20 fontért kapják meg. Na de én nem kérek ennyit. Ki ad érte 2 fontot? 2 font? 2 font? 2 font? Gondolják meg, 2 font? 1 font. Igen, valaki megadja érte az 1 fontot, várom az ajánlatukat. A hölgy megadja az 1 fontot, hölgyeim és uraim. Nem szeretném vesztegetni a drága idejüket, sem az enyémet, de ajánl érte valaki 1,5 fontot, annyit megér. A fiatal hölgy az előbb megadta érte az 1 fontot. 1 font először, másodszor és harmadszor. Senki többet? 1 font érte a hölgy élet. Most pedig, hölgyeim és uraim, hadd hívjam fel a figyelmüket valamire, ami meglepheti önöket. Az egyetlen ilyen a British Múzeumban látható, egy minkorabeli tál a 7. dinasztia idejéből.
Ez a tál több mint két évszázadon át valahol Róma mellett egy hatalmas gyűjteményben rejtőzött. Még nem legfrissebb értesüléseim szerint Andrew Pablson rá nem bukkant. Talán emlékeznek még Andrew Pablsonra. Nem csak jelentős régiséggyűjtő volt, hanem igazi úriember is. Az lesz az a nő, akinek csomag van a kezében. Biztos benne, hogy ez az a nő? Megfelel a leírásnak, amit az árverező adott. Kövesse, Hami. Csodálatos, drágám. Én csak egy fontért vettem, de hármat is megkapok érte. Azt elhiszem. Megyek, készítek egy teát. Én is kérek egy csészét. Már is. Jó napot. Jó napot. Születésnapi ajándékot keresek egy 7 éves kislány számára. Mit tud ajánlani? Ezt a csinos babát. Magyar népviseletben. Babája van. Már van épp elég. Mégis mire gondol? Nem tudom pontosan, valami egész másra. Az nagyon édes. Mi az? Egy zenélő doboz. A gyerekek imádják. Ez egy kivételesen szép darab. Sokféle dallamot játszik. Van másféle is? Igen. Fáradjanak velem. Már csak kettő maradt. Nagyon szép. Biztos benne, hogy csak ezek vannak? Sajnálom. Tudja, nem könnyű ilyeneket találni. Ezek egyedi darabok. Volt még egy, de azt éppen ma délután adtam el. Egyszerű fadobozka volt. Nem lett volna szép ajándék egy kislánynak. Valóban? Nem tudja véletlenül megmondani, ki vette meg? De. Itt hagyta a névjegykártyáját arra az esetre, ha valaki érdeklődne iránta. Milyen érdekes. Sajnálom, de azt hiszem, máshol is szétnézek. Azért köszönöm. Viszontlátásra is köszönjük. Kövesse azt a taxit. Igen, és miért? Scotland Yard. Szálljon be. Sherlock Holmes. Tudhattam volna. Azt hittem, mi vagyunk a vadászok. Közben pedig ránk vadásznak. És mi végig szépen a kezére dolgoztunk. Hát persze. Követnek. De nézze hátra. A férfi a játékbolt elől. Hami, forduljon be a következő sarkon, aztán még egyszer jobbra. Nincs képünk a nőről, felügyelő, ahogy gondoltam. Nem bűnöző. Hogy találjuk meg, ha mindig más külsőtölt? Legutóbb is nevelőnőnek adta ki magát. Amiatt ne aggódjon. Az az érzésem, fel fogom ismerni. Nos, hamarosan meg tudjuk, kik ők és kinek dolgoznak. Kit állított rájuk? Thompson őrmester, felügyelő úr. Ő az egyik legjobb emberünk. Ha lenne bizonyítékunk, letartóztathatná őket. Tudjuk, hogy megölték szegény Emrit. Az nem elég, barátom. Bizonyítékra van szükségünk. Hát világítottuk a dobozt, semmit sem rejtettek bele. Mutassa, hadd nézzük meg. Semmi rendkívüli. Előfordulhat, hogy elnéztünk valamit. Szerintem egyszerűen csak őrültek.
Nem őrültek, kedves barátom. Két hidegvérű gyilkossal van dolgunk. Mi lehet annyira fontos, van a három zenélő dobozban? Ne felejts el, hogy a Dartmoor börtönben készültek. Becsempészni könnyen lehet bármit, de ki nem. Szét akarja szedni a dobozt, hogy megnézze, van-e valami, amit a röntgen nem mutatott ki? Egyelőre nem. Hazavihetem? Természetesen. Köszönöm. A Dartmoor börtön igazgatója Sherlock Holmes kérésére tájékoztatott minket, hogy mindhárom zenélődobozt ugyanaz az elítélt készítette, John Davidson. 7,5 éve van hátra. Davidson? A Nemzeti Bankos ügyből? Távozhat. Igenis. Mert ez is valami. Várjunk egy percet. Honnan tud az ügyről, Mr. Holmes? Én is bűnügyekkel foglalkozom. Ez a hivatásom. Ebből élek. És amikor a Davidson nevet említették... Ki ez a Davidson fickó? Mivel láthatóan Mr. Holmes már úgy is tud róla, nem hiszem, hogy nem mondhatnám el önnek is. 2 évvel ezelőtt Londonban sajnos igen komoly rablást hajtottak végre. A Nemzeti Bankból értéktelennek látszó tárgyakat tulajdonítottak el. De gondolom, Mr. Watsont az ügy azon része érdekli, ami nem jelent meg a sajtóban. Hogy erről egy szót sem szólt nekem? Akkor éppen távol volt. Mitől olyan fontosak azok az értéktelennek tűnő tárgyak? Még mindig nem értem. Davidsont a rablás elkövetése után 15 perccel elkapták. Akkorra már elrejtette a kérdéses tárgyakat, amelyek azóta sem kerültek elő. Mielőtt tovább mennénk, Dr. Watson, tájékoztatnom kell, hogy erről az ügyről e szobafalain kívül nem beszél. Természetes, miért? Pletykásnak látszom. Most ne vitatkozzunk ezen, jó? Davidson évekig dolgozott a pénzverdében, ráadásul vésnökként. A Nemzeti Bank kiemelt bizalmát élvezte. Az általa ellopott tárgy nem más, mint az 5 fontos bankjegy nyomásához szükséges klisé másolatának mindkét oldala. Micsoda? A Nemzeti Bank kliséje? Pontosan. Ezzel olyan bankjegyeket tud készíteni, amelyeket nem lehet megkülönböztetni az eredetitől. Emellett azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy Davidson még a titkos jeleket is jól ismeri. Így semmit sem tehetünk. Jóságos ég. Ezzel alapjaiban rendítheti meg az államkincstárt. A kereskedelemről nem is beszélve. Mindent bevetettünk, hogy beszédre bírjuk Davidsont. Megfenyegettük, hogy életfogytiglant kap, ha nem beszél. Még a Scotland Yard embereit is beépítettük a cellájába, de semmi eredmény. Nyilvánvalóan ez a Davidson erős jellem, és végtelenül türelmes. Lehet, hogy így próbálja kicsempészni a rejtekhely titkát. Valamiért ezt az időpontot választotta. Miért? Nem értem, mire céloz Mr. Holmes. Nos, vegyünk egy példát. Tervezi a Nemzeti Bank a bankjegyek méretének és mintázatának megváltoztatását mondjuk a következő 7 éven belül? Esetleg épp az 5 fontosét? Ez bizalmas információ, már folytak tárgyalások. De az összes forgalomban lévő 5 fontos bankjegy cseréje olyan bonyolult, hogy legalábbis eddig még semmi sem történt. Értem. Persze, más magyarázat is lehetséges. Davidsonnak volt ideje rejtek helyet találni, mielőtt letartóztatták. Talán attól tart, hogy véletlenül felfedezik a rejtek helyét, mielőtt kiszabadul, és ezért minél előbb felveszi a kapcsolatot az esetleges bűntársaival. Azt hiszem, rátapintott a lényegre. Biztosra veszem, hogy az üzenet ebben a zenélő dobozban van. Vagy a 3 zenélő dobozban együtt. Ezért akarják mind a 3-at megszerezni. Nekik 2/3 jutott, de az 1/3 nálunk van. Mit szándékozik tenni, Holmes? Megpróbálok következtetni abból az 1/3-ból, amink van. Pontosan ugyanaz a dallam, amit Emri zenélő doboza játszott. És mégis más. Nekem is úgy tűnik. A dallam. Ez a dallam lehet a rejtély megoldásának kulcsa. Biztos, hogy itt a titok. Különben mi szükség lenne 3 dobozra az üzenet továbbításához? Lehetne kártya vagy cipős doboz is. Igen.
Önt keresik, felügyelő. Oh, nagyon köszönöm. Itt Hopkins nyomozó. Mi? Hol? Thomson őrmestert holtan találták a Golden Green állomáson. A teste és ruhája vérfoltos volt. Egy szerelvény ütötte el. Szerencsétlen baleset. Nem baleset volt, kedves barátom. Attól tartok, gyilkosság. In your land, just in case you meet a lady on the strand, girls will think you're kind of sweet, and your day will be complete. Oh, you never know just who you're going to meet. Now a gentleman is judged by his appearance. Yes, a gentleman is judged by how he talks. Now he's much better off when he's acting like a top, especially if he's taking him a walk. Elárulná, miféle helyre hozott engem? Ez a színészek találkozó helye. Színészeké? Ez a londoni fiú. Legalább ezerszer látta. A színészek ezen szoktak szórakozni. Menjünk, nézzünk körül. Na hát, Mr. Holmes. Hogy van, Joe? Soha jobban. És ön, uram? Jól, köszönöm. Szeretném bemutatni a barátomat, Dr. Watson. Ó, Mr. Holmes barátja az én barátom is. Örvendek, Joe. Soha nem felejtem el, amit értem tett. Igen, én tisztáztam Joe-t, amikor megvádolták. Gyilkossággal? Valóban? A rendőrség megelégedésére bebizonyítottam. Ő csak egy széfet robbantott fel. Bizony, bizony. Nagy szerencse. Joe, most ön segíthetne. Mi az? El a kezekkel. Menjetek innen, mit bámultok? Az embernek már egy perc jutta sem lehet itt, ha? Tágú innét. Most már kérdezed. Teremtettem egy kis rendet. Köszönöm, Joe. 5 fontot ajánlok érte. Nem mondom, hogy nem szívesen fogadnám el, de önnek a feléért is segítek. Azt sem tudja, miről van szó. 5 fontért. Gyilkossági ügy. Hogy? Nem gyilkosság, csak zene. Azonosítson nekem egy dalt. Ha nincs leírva, akkor bizony nem fog menni. Ezért vagyok itt. Az igazat megvalva a hegedűhöz jobban értek, de azért megpróbálom. Figyeljen, Joe! Várjon csak! Rosszul játsza. Itt ét kellene játszani, a nem F-et. Ismeri a dalt? Hát persze, ez egy ausztrál dal, a címe A harmadik ember, de nem játszotta jól. Reméltem, hogy ezt mondja. Nézzük még egyszer. Ez ugyanaz a dal, de most más hibákat ejtett, nem azokat, mint az előbb. Ezek nem hibák, Joe, hanem variációk. De jöjjön, játssz el az eredeti dalt. Köszönöm, Joe. Mi az, Holmes? Talált valamit? Talán. Egyelőre nem tudom. Valamiféle titkos jelrendszer lehet. Joe! Le tudná írni nekem ezt a dalt? Úgy, ahogy eredetileg szól. Természetesen, de egy kicsit várnia kell. Gyere csak, Mary! Törzsd, Eli! Gyerünk, mozogj!
Mozogj, mozogj! Nem a szövegben van az üzenet, mert a szavaknak ilyen sorrendben nincs értelmük. Az Emri dobozában lévő dallam egyes részeken eltér a mi dobozunkban lévő variációtól. Biztos? Igen. Pontosan megjegyeztem az Emri doboz által játszott dallamot. Aznap, amikor nála jártunk. Maga csodálatra méltó. Ez alapvető. A bűnügyek megfejtésekor semmit sem hagyhatunk figyelmen kívül, bármi jelentéktelennek tűnik is. De miért van három doboz és nem csak egy? Az üzenet bizonyára olyan hosszú, hogy a dal egyetlen variációjába nem fér bele. És ott van még a harmadik doboz, amit az a nő lopott el Kilgóréktól. Abban is van egy variáció. Ez nekem már túl sok. Most annyi a dolgunk, hogy megfejtsük a variációk titkát. Annyit mondhatok, nem lesz könnyű feladat. Na hát. Mi történt? Látogatónk volt. Ez egyszerűen felháborító. Menjen, hívja ide Mrs. Hudson-t. Már is. Mrs. Hudson! Igen? Ó, hát itt van. Fel tudna jönni most azonnal? Igen, uram. Jóságos egek, Mr. Holmes, itt meg mi történt? Elárulná ki értét, Mrs. Hudson? Csak egy fiatal hölgy. Azt mondta, ön kérte, hogy várja meg magát. Egy kedves úriemberrel volt. Barátaink, Watson. Barátaik? Hogy nézett ki a hölgy? Hát az arcát sajnos nem láttam, mert vastag fekete fátlat viselt. De tudja, annyira kedves volt. Ó, szörnyen sajnálom, Mr. Holmes, ha valami rosszat tettem. De a hölgy azt mondta, ön kérte arra, hogy itt várja meg magát. Ne aggódjon, Mrs. Hudson, maga igazán nem tudhatta. Nincs semmi baj, még egyszer mondom, ne aggódjon. Ne aggódjon, de hol a zenélő doboz? Nem találták meg. Nem találták meg? Akkor hol van? A kezében. Ha? A kekszes dobozban. Ha? Szedje le a felső sort. Most nyúljon bele a kekszesbe, és megtalálja a zenélőt. Na hát, micsoda ötlet! Ez egyszerűen hihetetlen! Micsoda illat, mint a kocsmában zárás után. Mr. Holmes. Mi az? Reggel van. Gratulálhat. Sikerült bizonyos következtetésekre jutnom. Semmi titkos írás. Semmiféle titkos jelrendszer vagy hasonló. A dekódolásnak semmiféle formáját nem látni. Ismeri a kódokat, mindet kipróbálta? Igen, körülbelül hajnali háromig. Van szüksége segítségre? Tegyen meg egy szívességet, ne kezdje előről, ezerszer hallhatta. Egész éjjel fenn volt. Különleges kompozíció, az biztos. Nem tudok különbséget tenni a hangok között. Gyerekkoromban a szüleim azt akarták, hogy zongorázzak. Mindig is sajnáltam szegény öreg tanáromat. Végül be kellett számoznia a billentyűket. Egy, kettő, három, négy. De így sem ment. Nem jutottam semmire. Beszámozta a billentyűket? A 19. billentyű a zongorán, az ABC 19. betűje. Igen,
Ez az. Mindjárt meglátjuk, barátom. Készítsünk feljegyzést. Írja, amit mondok. Tehát a 16. billentyű a P. A 15. billentyű az O. A 12. billentyű az L. A 3. pedig a C. P, O, L, C. Polc! A zongorareckék nem voltak hiába valók. Megoldotta, köszönöm. Ó, igazán köszönöm. A kezünkben van az üzenet második harmada is. A könyvek mögött harmadik polc, szekretter, doktor S. Feltehetőleg az üzenetnek van első és harmadik rész is. A bandánál van az első és a harmadik rész. Pontosan. Így nem mennek semmire. Igen, de nem hagyhatjuk ennyiben. Semmi kétség, hogy továbbra is az a céljuk, hogy hozzájussanak a hiányzó részhez. Remélem mindent megtett, hogy a doboz biztonságban legyen. Természetesen a Baker Street-en van, és dr. Watson vigyáz rá. Amellett biztos vagyok benne, hogy még ha nehezen is megtaláljuk a rejtek helyet, a hiányzó információ nélkül is. A könyvek mögött harmadik polc dr. S. szekretárje. Nem kétséges, hogy Davidson valahol Londonban rejtette el a Nemzeti Bank kliséit. Ez pedig kemény dió. Szeretném hangsúlyozni, uram, hogy a kulcsszó a dr. S. Úgy tűnik, hogy a rejtekhely dr. S. házában van. Az, hogy az S. a vezeték vagy az utónevének a kezdőbetűje, az a nyilvántartásból kiderül. Több ezer olyan orvos van, akinek vagy a vezeték, vagy a keresztneve S-szel kezdődik. Bízzon bennem. Aki elérhető, személyesen kell kikérdezni. Ezért aztán igénybe kell vennünk a Scotland Yardot is. Kitűnő ötlet. A Scotland Yard még a tűt is megtalálja a szénakazalba. Hát akkor egyelőre magukra hagyom az urakat. Ha bármit sikerül megtudnunk a rejtélyes dr. S-ről, azonnal értesítjük. Köszönöm. Időközben utána járok egy cigarettával kapcsolatos szálnak. Ön bizonyára tudja azonosítani a dohányt. Természetesen. Ezt a különleges keveréket csak három vevőmnek készítettem. Majdnem szintiszta egyiptomi dohány. Egy kis keveréket is adtam hozzá, hogy testesebb legyen. És illatanyagot is tartalmaz. Attól olyan lett, mint az esti fuvallat, aminek ha átengedjük magunkat... Igen, igen, értem. És ki az a három vásárló? Wilsey őrnagy, az indiai Bombéból. Mrs. Catherine Livingstone Smith, Írországból. És a harmadik? Mrs. Hilda Courtney, Park Mansion, Bryninston tér. Köszönöm, köszönöm, igazán sokat segített. Örülök, hogy segíthettem, Mr. Holmes. Igen? Mrs. Courtney? Igen. A nevem Sherlock Holmes. Ó, fáradjon be. Köszönöm. Már hallottam magáról, Mr. Holmes. Úgy tudom, gyakran egy jó barátjával mutatkozik, aki bűnügyi történeteket ír. Valóban. Megkérdezhetem, minek köszönhetem a látogatását? Azt hiszem, tudja, Mrs. Courtney. Nos, a múlt héten elmentem egy Knightsbridge-i aukcióra. Hát nem gondoltam, hogy a rendőrséget is érdekli a dolog. Ugyan, Mrs. Courtney. Mi ketten már ismerjük egymást. Sajnálom, de nem felejteném el, hogy találkoztam a nagy Sherlock Holmes-szal. Foglaljon helyet. Köszönöm. Azt állítja, hogy találkoztunk? Igen. Mr. és Mrs. Kilgore otthonában, a Hampton Road 143B-ben. Kilgore? Nem ismerek ilyen nevű embereket. Nem mondtam, hogy ismerte őket. Hiszen akkor járt a házukban, amikor nem voltak otthon. Nem értem önt, Mr. Holmes. Tényleg? Akkor másképp volt öltözve. Igen? Cigarettát? Köszönöm. Köszönöm. Tudja, Mrs. Courtney, előfordul, hogy az emberek árruhát öltenek. De annyit elárulhatok, hogy a fülformája rendszerint segít egy tapasztalt szemnek az azonosításban. Nem lehet, hogy összekever valakivel? Egyáltalán nem. Természetesen gondoltam, hogy tagadni fogja.
De amikor meglátogatott a Baker Street-i lakásomon, gondotlanul hátrahagyott egy újabb bizonyítékot. Ezek egyformák, igaz? Igen, ezt el kell ismernem. Tudja, ha valaki csapdát állít egy olyan embernek, mint maga, furfangosnak kell lennie. Sejtettem, hogy meg fogja találni a cigarettacsikkemet, és a bolt monogramjából, ahonnan származik, hamar kiderítik, kinek keverték ki ezt a speciális dohányt. Ha tehetek egy javaslatot, ne mozdulja, Mr. Holmes. Gratulálok a csavaros észjárásához, Mrs. Courtney. Kitűnően megtervezett csapda. Köszönöm, Mr. Holmes. Hiszen egy mestertől tanulni egyáltalán nem szégyen. Megőrzöm emlékeimben ezeket a hízelgő szavakat. Az emlékeiben? Pontosan. Sajnálatos módon az urakra nem éppen kellemes feladat vár. Ha csak nem hajlandó átadni nekünk a hiányzó zenélődobozt, és ha csak nem esküszik meg, hogy nem nyomoz tovább, és a jövőben békén hagy minket. Attól tartok, ez nem lehetséges. Tudtam, hogy ezt válaszolja. Hami! Óvatosan! Óvatosan. Semmi szükség rá, hogy durván bánjunk a különleges vendégünkkel. Tisztában van azzal, hogy mivel megtagadta kérésünket, kénytelenek leszünk bizonyos lépéseket tenni ön ellen? Természetesen. Akkor mehetünk. Borzasztó dolog, ha holtest hever az ember körül. Egyetért, Mr. Holmes? Önnek úgysem számít, ha újabb ember élet szárad a lelkén. Kaphatnék egy cigarettát? Nem látom akadályát. Óvatosan, Hami. Valami gond lehet a fékkel. Köszönöm, ezredes úr. Igazán figyelmes. Megnyugtathatom, Mr. Holmes, hogy a halála nem jár fájdalommal. Hami, ezt rögzítse, kérem, a taxi motorjához. Ez a kis szerkezet, kedves Holmes, folyékony halmaz állapotú, kéntartalmú, mérgező anyagot tartalmaz. A németek alkalmazták a háborúban a nem kívánt egyének likvidálására. Indítsa be! Ragassza a szájára! És most emelje fel, Hami. Úgy érezheti magát, mint a koporsóban lógna, Mr. Holmes, amely ott himbálózik a mennyország és a föld között. Megnézte, hogy tele van-e a tank? Jó. Most nem lenne szerencsés, ha valami váratlan dolog történne, csak mert nincs elég üzemanyag.
Értem. Jó napot, asszonyom. Mr. Sherlock Holmes? Nem, Dr. Watson vagyok. Ah, persze, Dr. Watson. Milyen buta vagyok. Ó, dehogy is. Fáradjon be. Nos, én valójában Mr. Holmeshoz... Házon kívül van, és nem tudom, mikor ér haza, de tehetek önért valamit? Tessék, foglaljon helyet. Köszönöm. Tudja, Sherlock Holmes barátom és én már igen sok ügyön dolgoztunk együtt. Valóban? Igen. Tulajdonképpen momentán az egyik legtitokzatosabb ügyön dolgozunk. Ó, na hát... Elnézést, még meg se kérdeztem, miben segíthetek. Nagyon kedves öntől, Dr. Watson, de nem szeretném rabolni a drága idejét. Rabolni? Szó sincs róla. Most úgyis ráérek. Mondja csak el nyugodtan, Miss... Miss Williams. Ó, oh, Miss Williams. Szörnyű helyzetben vagyok, Dr. Watson. Kétségbeesésembe jöttem ide. Keresek valakit, akit a helyi rendőrség egyszerűen képtelen megtalálni. Tudja, Holmes-szal már volt egy hasonló esetünk. Ha jól emlékszem, érdekes ügy volt. Úgy hívtam, hogy kalandos utazás az ismeretlenbe. De nem hiszem, hogy hasonló eset lehetett. Akkor egy 7 éves gyerek vágott neki a világnak. Hol is tartottunk? A lány még csak 17 éves, Dr. Watson. A múlt csütörtökön tűnt el, és... Kifejezetten jókedvű volt. Lehetséges, hogy valami szerelmi ügy? Nem, nem, egyáltalán nem az. Nem hagyott levelet, nem pakolt össze, nincs rá magyarázat. Egyszerűen kisétált a vidéki házunkból fényes nappal, és azóta nyoma vezett. Senki sem látta. Jól van, no, fel a fejjel. Kaphatnék egy pohár vizet? Ó, ez csak természetes, kisasszony. Már is hozom. Köszönöm, Dr. Watson. Ne pityeregen, szedje össze magát. Oh, sokkal jobban érzem magam, mert tudom, hogy segít. Ó, oh, Dr. Watson, nézze! Ó, oh, egek! Ó! Oh. Gyorsan hívja a tűzoltókat. Van valami tűzoltókészüléke? Hogy? Egy pillanat, és hozom. Egy perc alatt eloltam. Jó, van. Látja? Látja, Miss Williams, hogy pánikra semmi ok. Remélem, nem rémült meg nagyon, Miss Williams. Ó, elment, gondoltam. Vészhelyzetben azonnal elvesztik a fejüket. Na hát... A zenélő doboz. De jó ég! Miss Williams! Nos? Jó. És Holmes? Remélhetőleg már a mennyországban van, és a hegedűjét hárfára cserélte. Feltéve, ha oda került, és nem a pokolba. Most már megvan a hiányzó doboz is. A 7. hangjegy... A 7. betű. F. Szóval nem jártott, uram?
Holmes, hol a pokolban volt? Már a Scotland Yardot is hívtam, átfésülték az egész várost. Talán csak rossz helyen kerestek. Rettenetes dolog történt. Átvertek. Az a nő bolondot csinált belőlem. Ezt hogy érti? Ide jött és füstbombát helyezett el. Azt hittem, kigyulladt valami, és először a zenélő dobozt akartam megmenteni. Ezt nem jól tette. Nála van a doboz. Igen. De ne búsuljon, barátom. Ez egy igen rafinált nőszemély. Füstbombát mondott? Akkor most a saját csapdájába esett. Az illető bizonyára lelkes olvasója. Ezt hogy érti? Ha jól emlékszem, maga írt ilyen füstbombáról a Botrány Csehországban című művében, ami mindössze néhány napja jelent meg a Strand magazinban. Ó, a saját dugámba dőltem. Be kell vallanom, hogy engem is csőbe húztak. A cigaretta csikkel. Szépen besétáltam a csapdába. Van itt valahol kötszer. Kötszer? Miért? Mi történt? Megsérült? A magyarázatra egy kicsit még várnia kell. Egyelőre más dolgunk van. És az sokkal fontosabb. Jöjjön, lemossuk. Jó. Az a legnagyobb baj, hogy így megvan a teljes üzenetük. Az 5 fontos pénzgyártó kliséhez. Tudják, hol találják. Gőkitartás, barátom. Ahogy Dr. Samuel Johnson mondta, nem létezik olyan probléma, amit az emberi agy ne tudna megoldani. Hogy hívják? Engem? Dr. Samuel Johnson azt mondta, köszönöm, hogy... Watson, köszönöm. Elhagyva a fogadótermet, a főcsarnokba érkezünk, ahol Dr. Johnson rendszerint elköltötte vacsoráját kitűnő életrajzírója James Boswell társaságában, majd órákon át itt beszélgettek. Most pedig felmegyünk az emeletre, ahol megtekinthetik a dolgozószobáját. Itt minden úgy van, ahogy a doktor korában volt. Ez a bekeretezett kép állítólag egy híres festő ajándéka, aki nem volt más, mint maga Sir Joshua Reynolds. Azt beszélik, hogy ezt a képet Mrs. Green adta be a múzeumba, tehát nem lehet Sir Reynolds ajándéka. Olyan fontos ez, kedvesem? Ó, elnézést. Erre parancsoljanak, hölgyeim és uraim. A szekreter nem ezen a szinten van. Türelem, Hami. Az az érzésem. Drága ezredes, Sherlock Holmes-t már eltettük az útból. Mi baj történhet? Most abba a könyvtárba érkeztünk, amelyben Dr. Johnson híres szótárát írta, amelyet több könyvével együtt eredeti állapotban tekinthetnek meg. Lépjenek közelebb, hölgyeim és uraim, jöjjenek! Ebben a sarokban áll a szekreter, melyben ennek a zseniális embernek számos eredeti műve található. Ezen az asztalon írta Dr. Johnson a Henyélők című művét. Ebben a szekreterben az a különös, hölgyeim és uraim, hogy ennivaló is volt benne. Mert a doktor gyakran megéhezett, hát eszegetett valami finomságot. Sajnos most üres. A következő, amit megtekintünk, az a hálószoba, ami elég nagy. És láthatjuk azt az ágyat is, melyben Dr. Johnson elhunyt. És miben halt meg? Csak elaludt. Erre, hölgyeim és uraim, vigyázzanak a lépcsőn. Nemzeti Bank klisé. Nos, Mrs. Courtney, ismét találkozunk. A helyében nem tenném, ezredes. Gratulálok önnek, Mr. Holmes. Ön sokkal okosabb, mint gondoltam. Köszönöm, Mrs. Courtney. Az ön elismerése mindig jól esik.
Én is emlékezni fogok az ön hízelgő szavaira. Emlékezni? Ó, köszönöm. Most következik a munkám leghálátlanabb része. Hans! Várjon, jövök! Hans! Nem esett baja? Én jól vagyok, de az úriember a padlón kis orvosi kezelésre szorul. Legyen egészséges, mikor felakasztják. Vegyék kezelésbe! Brilliáns elmélet. Milyen kár, hogy ez a szép hölgy rossz úton járt. Visszajuttatná ezt a Nemzeti Banknak, felügyelő úr? Még mindig nem értem, hogy oldotta meg az ügyet. Köszönje dr. Watsonnak. Ő vezetett rá, amikor megemlítette dr. Samuel Johnsont. Igen? Gratulálok önnek, dr. Watson. Köszönöm, de ilyen tehetséges ember nélkül, mint Holmes, semmire sem mentem volna.